A KSH adatai szerint 2022 utolsó negyedévében mintegy 1,3%-kal 48-al nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A statisztikákból az is látható, hogy a balesetek fő oka a sebesség rossz megválasztása, a gyorshajtás. Botond Szabolcs vagyok, 15 éve foglalkozom közlekedésbiztonsággal a Lassíts az életért programon keresztül. Bemutatom Hoffer Zsoltot, rendőralezretest, az ORFK OBB szakértőjét. Üdvözöllek. Szervusz, üdvözöllek. Nézzünk meg pár jelentet az utakról. Társas közlekedésünk egyik szélsőséges szituáció látható. A gépjárművezetője nem győződött meg arról, hogy biztonságosan tud csatlakozni a forgalomba, ezt a mögötte érkező jármű lassítással, illetőleg lámpa villogtatással jelezte, és erre egy drasztikus, tulajdonképpen egy büntető fékezéssel reagált a gépjárművezetője, nem mérte fel a cselekményének következményét, úgyhogy tulajdonképpen egy anyagi káros baleset történt belőle. Itt elmondható, hogy ha kellő toleranciával, odafigyeléssel vagyunk egymás iránt, akkor ez a szituáció elkerülhető, egy apró bosszankodással túl lehetett volna lépni rajta. Kis türelemmel mindenkinek jobb lett volna. Így van. Nézzük meg a következőt. Ennél a videónál folytattam egy kis előzménykutatást. Tulajdonképpen szerencse, hogy csak három gépjármű ütközött. Itt nem történt más, mint hogy a gépjármű vezetője nem jó pedálra lépett. Gyorsítást eszközölt, egy szépen egyenletesen lassuló kocsisornak meglökte az előtte lévő járművet, áttolt a másik sávba, majd a még az előtt lévő járműbe is beleütközött. Ez tulajdonképpen úgy lehetett volna elkerülni, hogyha a gépjármű vezetője kellően pihent, felkészült, jól kezeli a járművet, ismeri a sajátosságait, saját határait, nem indul el, vagy kellően felkészül erre az adott szituációra. Apró hibából mekkora baleset tud lenni? Így van, abszolút így van. Ez egy olyan szituáció, ami tulajdonképpen hatósági eljárás volt maga után, és azt gondolom, hogy ennek minden apró mozzanatát kielemzi a hatóság, ami jól látható, hogy tulajdonképpen telizöldes rendszerben ütközik a két gépjárművezetője, az egyik talán túl nagy sebességgel érkezik, az a fehér gépjárműről mondható el, hiszen szinte a semmiből tűnt elő, illetőleg a kék kombi járműnek a vezetője pedig nem győződött meg arról, hogy biztonságosan végre tudja hajtani a bekanyarodást, úgy kezdte meg a behajtást a másik utcába, és így ütközhettek össze. Ami még rosszabb ennél a szituációnél, jól látható, hogy amikor megállnak az autók, akkor a kombigépjárműben nem látható személy. Ez abból adódik, hogy nem voltak sajnos becsatolva a biztonsági övükkel, a gyermek ki is repült a jobb hátsó ülésről, és sajnos be is szorult a fehér autó alá. Egészségesen megúszta, hiszen gyorsan érkezett a segítség, de azt gondolom, hogy egy komoly következmény is történhetett volna az eseménynek. Az összes hiba meg szabálysértés mellett talán azt érdemes kiemelni, hogy mennyire fontos a biztonsági öv használata. Abszolút így van, 2023 maga a biztonsági öv fontosságára hívja fel hatóságilag a figyelmet, statisztikákban szeretnénk javítani, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos a biztonsági öv használata, nem csak azért, mert ez elvárja a hatóság, hanem azért is, hogy saját magunkat és a velünk együtt utazókat meg tudjuk védeni. Életet ment. Abszolút. Ez egy rendkívül veszélyes szituáció, az jól látható, hiszen éjszakai körülmények között egy gyalogátkelő hely, ami lámpával védett, zöld lejelz, szabad jelzése van a gyalogosoknak, az előtte haladó gépjárművezetője biztonságosan kellő távolságban megállt, megadta az elsőbséget a jármű megállásával is a gyalogosoknak, ugyanakkor a hátul érkező jármű nagy sebességgel haladva, megkerülve őt, áthajtva a gyalogátkelő helyen haladt tovább. Tulajdonképpen a gyalogosok defenzivitásának, figyelésének és figyelmének köszönhető, hogy időben el tudtak ugorni. Előle a gépjárművezetője abszolút 100%-ban felelős egy ilyen szituációért, és azt gondolom, hogy nagyon sokat kell azért tennünk, hogy ilyen szituációk ne következzenek be, és mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosok biztonságban legyenek, egy ilyen szituáció elkerülhető legyen. Ez talán még veszélyesebb, mint hogyha autók találkoznának egymással, mert itt azonnal nagy sérülés van, hogyha valami történik. Így van, és a gépjárművezetője nem mérte fel azt, kikerülve az előtte lévő járművet, hogy hány gyalogossal találkozik, úgyhogy igazándiból a szerencsefaktor mindenképpen fontos eleme ennek a szituációnak. Meg lehet, hogy azt érdemes még hangsúlyozni, hogy a gyalogosnak is érdemes odafigyelnie, mert bár nagyon sok szabálysértés követel az autóvezető, de mégis a gyalogos ebbe a elszenvedője, hogyha ebből baleset van. És ez a szerencse, hogy ebben a videóban ez látható, hogy figyeltek, hál' Istennek, igen. Társas közlekedésünk egy is egy szélsőséges sajnos, ahol a fekete gépjárművezetője tulajdonképpen egy gépjárművet, a kamerával szerelt gépjárművet nézte ki, hogy őt nem engedi el, látszik is, hogy egyéb gépjárművek el tudnak mellette haladni biztonsággal. Ugyanakkor irányjelzés nélkül hirtelen vált sávot, veszélyezteti a vele együtt közlekedőket. Ez egy rendkívül veszélyes manőver sorok együttese, ami egy cél szolgál, hogy ne tudja őt megelőzni ez a másik jármű.
Végeztem itt is egy kis kutatást, és hatósági intézkedés van maga után, és a rendőri szervek jártak el a fekete gépjármű vezetőjével szemben ezen eset kapcsán. Én azt gondolom, hogy autópályán ez egy különösen veszélyes szituáció, de minden közlekedési helyzetben és minden útszakaszon veszélyes, amikor a másikat akarjuk feltartani, arra koncentrálunk, nem arra, hogy mi biztonságosan kezeljük a járművet, illetőleg nehogy veszélyeztessünk másokat. Itt drasztikusan felelhető a veszélyeztetés ténye. Lehet annak oka, hogy ezek az autópályás konfliktusok visszatérő elemek a közlekedésben? Így van, az autópályán is, és egyéb útszakaszon is történnek olyan, amikor nem jól reagáljuk le a másiknak a cselekményét. Én azt gondolom, hogy pont ez a fontos, hogy egy rosszul lereagált cselekménnyel veszélyeztetünk magunkat, másokat is. Ha pedig ezen könnyen át tudunk lépni, és a biztonságra helyezzük saját magunk és a velünk együtt közlekedő biztonságra helyezzük a hangsúlyt, akkor ezek a szituációk elkerülhetőek. És hamarabb érünk oda egy biztonságban a célállomásra. Köszönöm. Ha az elmúlt 3 évet nézzük, elmondható, hogy 2022-ben történt a legtöbb baleset az utakon, mintegy 3,5%-kal több. Saját tapasztalatom is, hogy egy pillanat elég, hogy megtörténjen a baj. Az utakon nagyon fontos a megfelelő szabályok betartása, a tolerancia és a többiekkel való megfelelő együttműködés.